este fordul a világ. Rezzen a fű, gyönge szára, rezgeti piros bogárka, piros bogárka, tú bogár, a boldogság merre hol jár, itt jár a tavaszi kertben, készülődő szerelemben. Hát itt, ahogy látják, a megyvirágzáshoz megvan a megfelelő háttér ehhez az ünnephez. Úgy gondoltuk, hogy ha már hagyomány, akkor két része legyen. Az egyik az a maga a kultúrműsor, az ünnepély része, a másik pedig ezzel a medgyággal kapcsolatos szertartás. Ugyanis ez egy szót adó medgyág, ami található itt nálam. Én még nem vettem fel, de mindenki, aki talán itt van nálunk, hajlandó lesz arra, hogy egy kicsit kezébe vegye ezt a szótadó medgyágat, és mondjon valamit itt a közösség számára, ne csak úgy magának, meg a baráti társaságának, hanem mindenkinek. Szeretném átadni Berebi Zsófinak, aki a Széchenyi iskolába jár és 8-os, és azzal lepesz meg engem a napokban, hogy talált egy megyvirágzásról szóló verset. Megyvirág. A tó víztükre szép, fácskával díszes, szűszínét szórja szét, dús habjaim. Menyeknek harmata szárá az ében, illékony glória, hófehér színben. Úgy áll, mint büszke nő, ágán a holdfény tör meg, mint reszkető szempár, ha néz. Vald, lágy harmónia, színes, dús, édes, szótlan szimfónia, szédült varázs. Azt, ami új, lásd, április hozza. A szántóföldeket áttöleli, vigyáz, nyára beírjan a búza, a barmot zöld mezőre hajtja ki. Április, tavaszi ég szülője. A szíveinkben hozd meg a dalt. Legyen a földnek búzája, szőlője, legyen hite, hogy minden át kihajt. És akkor szeretném továbbadni a szót, illetve a dalt Szigeti Eszternek, aki társával nagy örömünkre elvállalta, illetve vállalta azt, hogy énekelnek. Gyere kicsi kincsem, úgy sincsen senki. A történetek nincsenek egyszerre készen, pontról pontra történnek. Fejlődési szakaszaik vannak, és hibás volna egészben siralmasnak mondani azokat, amelyek siralmasan végződnek. Siralmas befejezésű történeteknek is megvannak a maguk dicsőséges órái és állomásai. És méltányos, hogy ezeket ne a vég szempontjából nézzük, hanem tulajdon fényükben, mert jelen valóságuk semmiben sem kisebb erejű a vég jelen valóságának. Ezivel terem a fána megy. Ez egy Petőfi Sándor vers, igazság szerint ezt egy férfitársnak kellett volna elmondani, és a feleségettől elnézést kérek. Ezivel terem a fána megy, feleségem van nekem, csak egy. De mikor még az az egy is sok, előbb-utóbb sírba vinni fog.
furcsa Isten teremtése ő, reszketek, ha közelembe jö. Megteszek mindent, amit csak kér, mégis mindig csak dorgálása bér. Egy pár sem szereti, aki megmondja az igazat, de én azt gondolom, hogy eljön az igazságnak a pillanata. Ez nem fér, nem, egy párt sem jutottam. A civilek azért úgy gondolom, hogy mindig az igazság érdekében álltak. Igazából a Széchenyi iskolát szeretném képviselni, hát az úgy felemelkedését is szeretnénk kapni. Nekem nagyon kedves és jó érzés, hogy sok gyereket látok, mindenki egy családdal, apróságokkal, mert tényleg azt hallom, hogy a mi feladatunk az, hogy a gyermekeink átérezzék annak a jelentőségét, hogy miből lesz majd a megélhetés, meg miből lehet majd gazdálkodni, és miből lesz a papának autója vagy új traktorja, akkor eljutnak a felismerésük, hogy ez csak munkával lehet. Sík Sándor idézett, embernek lesz. Csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, égnek, földszültetőknek és Isten lehet beszélni. És nagyon örülök, hogy létre tudtuk hozni ezt a kis ünnepséget, és valóban esetleg hagyományt tudunk belőle teremteni. Gyermekekben és az ifjúságban van a jövő, természetesen azáltal, hogy mi utat mutatunk nekik, és próbáljuk az irányt megmutatni, mert ugye hát ez már de közhelynek számít, hogy a család a legkisebb sejtje a társadalomnak, és hát ebből növekszik úgy, mint a biológiában ugye a szövet. Június végén sokkal többet akarunk el, mint tavaly, legalább a négyszeresére négy helyen fogjuk rávisítani a városban. Termelőtől a fogyasztói, innen közvetlenül hozzuk, hogy láthatjátok a sok, és kedvezményesen, hogy a feleségem nagyon kedvezményes. Nagy örömmel láttam, hogy a fiatal gyerek itt van, és nagyon lelkes dolog, hogy a családot testesíti meg ez a látvány. A réten pajkos kisgyerek,